Január elejétől elérhető a személyi jövedelemadó bevallás nyomtatvány, és a kitöltéséhez szükséges felület a NAV honlapján. A hatóság már évek óta készít tervezetet az adózóknak, ezzel is megkönnyítve az évelei kötelezettségeket. Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Az SZJ a megfizetésével a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségüknek megfelelően hozzájárulnak a közteherviseléshez. A személyi jövedelemadózás az arányosság és a méltányosság elvén alapul. Célja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása. Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles, olvasható a hatóság oldalán. Idén az ehhez köthető első fontos határidő a január 31-e, eddig a napig adja ki a munkáltató, a kifizető és a társadalombiztosítási kifizetőhely a magánszemélyeknek az elkészített összesített igazolásukat. A Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság honlapján mindenki utána nézhet a tudnivalóknak, a kedvezményekről és adómentes juttatásokról is informálódhat. Megnézheti, hogy a különböző ügyintézésekhez milyen nyilatkozatokra van szüksége, ezeknek milyen jogszabályi háttere van, de a felajánlható adó 1+1%-ról is olvashat a weboldalon. A napokban jelent meg az a hír, hogy az erősödő adótudatosságnak és a bővülő kedvezményeknek köszönhetően a személyi kedvezményt igénybe vevők száma is évről évre nő, erről az adóügyekért felelős államtitkár beszélt. Ilyen például a betegségek után igényelhető kedvezmény, ez havi szinten 8050, tehát éves szinten 96.600 forintot jelent egy adózónak. 2010-ben mindössze 69.000-en vették igénybe a személyi kedvezményt. 2018-ra azonban már 258.000-re nőtt ez a szám. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10.000-nél is több érintett van, a számuk itt is évről évre nő. A kedvezmény visszamenőleg is jár, ezzel 2019. január 1-e óta már több mint 110.000-en éltek. Az érintettek 2013 és 2017 közötti SZIA bevallásaikat önellenőrizték, és részükre összességében 6,5 milliárd forintot utalt ki az adóhivatal. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Magyar Norbert, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense. Jó napot kívánok, köszöntöm. A felvezetőben is elhangzott, hogy január 8-ától elérhető az SZIA felület. Akkor ez azt jelenti, hogyha valaki már most a bevallását szeretné elkészíteni és beküldeni a NAV felé, akkor akár megteheti? A bevallás elkészítésének ugye többféle módja van, egy bevallási tervezetet is kiajánl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ennek a feladatnak a megkönnyítése érdekében. Azonban, hogyha valaki rendelkezik a munkáltatói igazolásával, akkor természetesen az ott szereplő adatok alapján akár önmaga is elkészítheti a bevallását, hamarabb, mint ahogy a bevallási tervezetet elkészítjük a részére, és beküldheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. De mindenkinek javaslom, hogy várja meg a március 15-ét, amikor is a bevallási tervezeteket elkezdjük kiküldeni, hiszen március 15-től lesznek elérhetők az ügyfélkapus ügyfelek számára ezek a bevallási tervezetek, hiszen mindenkinek elkészítjük ezt a tervezetet. A legtöbb esetben ez a tervezet, hogyha nem fogadja el az adózó, akkor is bevallással fordul át. Azonban az őstermelőknél, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknél nem, ott meg kell tenni, hogy megnézik ezeket a bevallási tervezeteket, és a saját pénzügyi bizonyataikkal összevetve esetlegesen vagy elfogadják, jóvá hagyják, vagy pedig módosítanak rajta. Azonban mindenképpen, hogyha az elfogadás mellett döntenek, ezt jelölni kell ezen a felületen, hiszen hogyha nem teszik meg, akkor kvázi olyan, mintha nem készítettek volna el bevallást. Azonban nem csak az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek próbálunk ilyen segítséget nyújtani, hiszen még mindig sokan vannak azok, akik a papír alapon nyújtják be a bevallásukat, és igazából akkor is ezt a bevallási formát vagy beadási formát részesítik előnyben, hogyha esetleg a nyomtatvány kitöltő program segítségével vagy a tervezetet kinyomtatva behozzák személyesen. Mindenképpen azt szorgalmazzuk, hiszen a feldolgozása is gyorsabb azoknak a bevallásoknak, amelyeket elektronikusan készítik el, hogy ügyfélkapun keresztül próbálják meg ezt véghez vinni, de kérhetik egyébként postai úton is. Akár a 1819-es telefonszámon, vagy akár SMS-ben is kérhetik a bevallásnak a kitöltését, kiküldését, a bevallási tervezet kiküldését, vagy akár az ügyfélszolgálaton személyesen is.
Tehát akkor, hogyha te gyakran előfordul, akkor ezek szerint, hogy letöltik az ehhez szükséges programot, számítógéppel kitöltik a bevallásukat, és ennek ellenére mégis ahelyett, hogy nyomnának egy küld gombot, ugye inkább postán adják. Így igaz, az papír is látszik, hiszen egy pontkódot nyomtat rá a bevallásra a kitöltő program, ez egy 2D-s pontkód, aminek a beolvasását segíti, ami a beolvasást segíti, ugye itt a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, azonban az ügyfélkapos küldést nagyon kevesen választják ebben az esetben. Sok esetben talán az a probléma, hogy az ügyfélkapus jelszavuk megszűnik, hiszen nem mindenki követi figyelemmel esetlegesen az ott történt értesítéseket, a folyószámla kivonatokról küldött értesítéseket, és nagyon sokan akár már a jelszóval sem rendelkeznek, és a módosítás az egy hosszadalmasabb folyamat, procedúra a részükre. Tudom ajánlani, hogy aki ilyen esetben esetlegesen a NAV ügyfélszolgálatához keveredik, akkor kérje mindenképpen, de a kollégám javasolják is az ügyfélkapu megújítását, hiszen az ügyfélszolgálaton is lehetőség van erre. Hogyha nem foglalkoznak egyáltalán ezzel a bevallási tervezettel, akkor automatikusan egy idő után elfogadottá minősül. Ugye? Mikor is van a határidő? Amikor... Igaz. Május 20-át követően ez a bevallási tervezet átfordul, abban az esetben is, hogyha semmit nem készítenek el, illetve nem nyúlnak ez a bevallási tervezethez. Mondom, kivéve az őstermelőket, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek. De mégis érdemes azért ránézni, ugye? Természetesen, hiszen akár az egyéni vállalkozóknak is elkészítjük ezt a tervezetet. Nagyon nagy könnyebbség, hiszen hogyha a tervezetet megnézik, akkor csak néhány sort kell esetlegesen kiegészíteni, és ott is egy kitöltő program segít végig menni ezeken a lépéseken, és a hibákra is felhívja a figyelmet. Ellenőrzési lehetőség van többször is, beadást megelőzően is. Tehát mindenképpen mielőtt lezártá teszik a bevallást, meg tudnak bizonyosodni róla, hogy minden adat a megfelelő helyen szerepele benne. Olyan előfordulhat, hogy esetleg a program számol mondjuk egy kötelezettséget, amelyet be kell fizetnem, de mégis bizonyos kedvezményeket mondjuk nem vett figyelembe. Természetesen, hogy ne, hiszen a rendelkezésünkre álló adatok alapján tudjuk kiállítani ezt a bevallási tervezetet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a bevallás benyújtása mindig az adózó kötelezettsége, tehát az ő felelőssége, hogy ez a valóságnak megfeleljen, abban az esetben is, hogyha nem csinál semmit a bevallási tervezetével. Hiszen a kedvezményekről nekünk nincs tudomásunk, tehát hogyha valaki az első házasok kedvezményét, személyi kedvezményt, családi kedvezményt szeretne igénybe venni, akkor mindenképpen meg kell tenni, hogy ezt jelöli a bevallási tervezetben is. Természetesen van, aki ezt érvényesíti havonta a munkabéréből, van, aki azonban a bevallás benyújtásával egyébként összességében próbálja érvényesíteni ezt a kedvezményt. És gondolom, minden lehet értesülni arról is, hogy mennyit kell befizetnem, mennyi adót kell befizetnem május 20-áig. Természetesen a tervezetből már látszik a bevallási kötelezettségén belül az, hogy mennyit kell befizetni, vagy esetlegesen mennyi a visszaigényelhető adó. Minél hamarabb elfogadja valaki a bevallási tervezetet, a visszaigénylés esetében annál hamarabb juthat a pénzéhez, hiszen azt jelenti, hogy a bevallás benyújtását követően 30 napon belül kell a NAV-nak kiutalni ezt az összeget. Itt viszont érdemes megjelölni azt is, hogyha valaki kéri a kiutalást, akkor ezt postai úton teljesítse neki a NAV, vagy az folyószámlájára küldje meg ezt az összeget. Hogyha ezt nem jelöli, akkor minden esetben bent marad a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, tehát az adószámláján fog gyarapodni ez az összeg, ami nem biztos, hogy megfelel az adózónak is. Ön azért egy pozitív dologról beszélt, hogy mi történik akkor, amikor visszakapja az adózó a pénzét, de akkor, amikor tartozik, május 20-áig, annak ellenére, hogy ekkor van a bevallási határidő, eddig kell befizetni az adó kötelezettséget is, ugye? Igen, ez a május 20-ai határidő a befizetésre is vonatkozik, tehát mindenképpen teljesíteni kell nem csak a bevallás benyújtását, hanem annak a befizetését is. Az esetleges adókötelezettségeket mindenképpen éjfélig teljesíteni kell az adózóknak. Hogyha erre nem kerül sor, akkor a későbbiekben egy ellenőrzés során akár 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható az adózó. Ez azért nem gyakori, tehát nem ijeszgetni szeretném az adózókat, hiszen a bevallási tervezet automatikus átfordulásával ugye azért az ellenőrzésre egy kicsit hosszabb időszak múlva kerülhet esetlegesen sor, hiszen nem az bukik ki, hogy nem nyújtotta be a bevallását, hanem esetlegesen valamilyen hiányosság van a befizetés kapcsán. De mindig azt szoktam javasolni, hogyha valaki ezt elmulasztja, és a későbbiekben jut eszébe, akkor ezt mindenképpen teljesítse, hiszen itt még kamat kötelezettség nélkül megteheti. Itt tudom jelölni azt is, hogy az adóm 1%-át azt kinek ajánlom fel, ugye? Így igaz, nyilatkozni lehet akár a bevallási tervezeten belül is az 1%-os felajánlásoknál. Itt a civil szervezetek részére kell megtenni igazából ezeket a nyilatkozatokat, hiszen hogyha valaki előzőleg már nyilatkozott az egyházak részére, akkor a beírt technikai szám alapján ez minden évben folyamatosan újra töltődik. Hogyha valaki módosítani szeretne, akkor természetesen megteheti. Uh-huh.
Mi a helyzet a katásokkal, illetve az evásokkal? Mert hát azt tudjuk, hogy az EVA most már mint adó nem megszűnik, de azért még az előző évvel kapcsolatban még vannak kötelezettségek, lehetnek. Természetesen bevallást nekik is be kell nyújtani. Azoknak a katás, illetve evás egyéni vállalkozóknak, akik főállás mellett végezték ezt a tevékenységet, és így választották ezt az adózási formát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elkészíti a bevallási tervezetet, nekik nincs vele dolguk, ez automatikusan átfordul. Aki viszont főállásuként volt egyéni vállalkozó, illetve katás, akkor természetesen neki meg kell nézni ezt a bevallási tervezetet. A mentor programot is elindította a NAV, ugye ez kezdő vállalkozóknak szól, miről szól itt a fáma? Ösztönözni szeretnék, gondolom, akkor a vállalkozások számának emelkedését. Pontosabban segítjük a vállalkozásokat, hiszen az egyéni vállalkozók, az újonnan alakult vállalkozások általában az adózás rengetegébe el szoktak veszni. Mi próbáljuk ezt a segítséget kinyújtani felük a kezünket, hogy azokat az adózási formákat megismerhessék, illetve a hozzájuk vezető segítséget utat megadni, amelyekre a későbbiekben találkoznak. Ugye egy kezdővállalkozás nem biztos, hogy minden járulék fizetési adóz fizetési kötelezettségének, vagy esetlegesen vámfizetési kötelezettségének eleget tud tenni, vagy tisztában van vele. Így azok a vállalkozások, amelyek újonnan alakulnak, 30 napon belül számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal felkeresi őket, azzal a célzattal, hogy egyfajta tájékoztatást nyújtsunk nekik az adókötelezettségekről, illetve az elérhetőségi formákról, ahol ezekhez a segítséget megkapják, valamint személyesen is felvesszük velük a kapcsolatot. Ez a személyes kapcsolat pedig azt a célt szolgálja, hogy esetlegesen a későbbiekben egy mentort megkeresve személyes tanácsokat is kaphassanak az adózáshoz. 6 hónapon keresztül kísérjük figyelemmel az ilyen adózóknak a tevékenységét, abban az esetben természetesen, hogyha kérik ezt a segítséget, hiszen ezt önkéntesen kell kérniük. Amennyiben kérték, akkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogyha valamilyen mulasztást találunk, akár a rendszerben, vagy akár személyes megkeresések során, akkor nem mulasztási bírsággal vagy adóbírsággal sújtjuk őket, hanem felhívjuk a figyelmet a hiányosságra, és segítséget nyújtunk az esetleges pótlásra. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.